Szóval ma úgy döntöttem, hogy a főtéren kezdjük kalandjainkat. Ha ezt be tudnám csukni, nagyon jó, vesz. Oké, szóval ha egyszer felvettem ezt a vlogot, de most fel kell vennem még egyszer. Mivel a hang nem eltűnt, illetve újra raktam a telefonom és elfelejtettem, azt hittem már leúztam a hangot, de nem. Szóval most megyünk egy kört, ma van az utcsó nap, hogy jó idő van. Nem akarok szarakodni, mindjárt sötét van, ezért 30 FPS-be veszem fel ezt a vlogot, mert hogy sötét van, mindjárt. Na, a lényeg, térjek rá. Kipróbáltam nem régiben a virtuális valóságot, és most nem, ez nem egy motorhoz kapcsolódó téma, pedig azt szeretetek, tudom, de én most el szeretném mesélni az élményeimet a virtuális valósággal kapcsolatban, ugyanis elég egy érdekes élmény volt. Egy-e biztos, én mindig úgy voltam vele, hogy volt már lehetőségem ilyen rendezvényeken kipróbálni, ugye? Vagy lehetett volna. De sosem éltem vele, mert elég gané volt megoldó, hogy ott mindenki beleízott, meg faszom, meg izé. És most a suliban volt egy ilyen külön rész, fogalmam sincs milyen nap, valami egészséges életmóddal kapcsolatban. Nem tudom, mi köze volt hozzá a VR-nak, de volt kint VR set. És röviden, tömören, itt normálisan, ugye, hát tudjátok milyen az a VR szemüveg, ez ugye az a rendes gépes VR, mert telefonos VR-t már próbáltam, de az nem ragadott el annyira. Na mindegy, szóval, hogy ez a VR szemüveg, és ahogy van a szemed, ugye, ott van ez a kis kipárnázott része, na most itt végén normálisan meg volt csinálva, és a kontrollert lefertőtlenítették, a szemed köré tettek ilyen papírgenyót, hogy ne izzadjuk össze egymás után, meg ilyenek. Hú, nagyon örültem neki. Aha, azért hideg volt. És hát sokkal jobb, mint a telefonos VR. Aki még nem próbálta, azt tegye mindenképpen. Mivel, hogy nagyon jó élmény. Ez egy Oculus Rift volt. A végleges verzió, nem a developer kites régi. És basszus, én úgy voltam ezzel a VR-ra, hogy ez egy ilyen, nem egy rossz valami, de mondom, biztos még azért elég szar. Meg minden. És lehetett különböző, voltak ilyen demók ugye, amikor így hullámvasat, aztán meg ilyenek, tehát ahol nem interaktív volt, csak te voltál ott, és így nézted, ami történik körülötted. Egy ilyennel kezdett mindenki. Aztán pedig átvitték interaktívra a dolgokat. Ugye lenyomtuk ezt a demót, ez egy olyan demó volt, hogy így volt alattam egy ilyen platform, és az így mozgott, és nagyon érdekes volt, mert amikor így először így mondta, hogy állítsuk be minden izé, azért, hogy ehhez fel kell tálni, és nagyon rossz élmény volt. Tehát elkezdtük, és így a hasamtól éreztem, hogy mintha hány ingerem lenne, de még azért nem. Így nagyon így a szélén volt mindig, és akkor így. Nem az, hogy szérültem, de az egyensúlyérzékem az fucked. Tehát, hogy így semmi egyensúlyérzékem nem volt. Sose tudtam eldönteni, hogy akkor ez most így jó, vagy nem jó, vagy mit tudom én. És akkor így nagyon fura volt. Ez a legelső demo, ez egy ilyen robotos valami volt, mint a Crysis-ban lennél. Csak így álltál, és így toltak előre egy ilyen kis kocsiszerű valamin. És akkor így olyan érzésem volt folyamatosan, mint hogy hátra löknének. De amúgy nem az volt, csak ugye, hogy mentem előre. És ezek lövöldöztek, ezek a katonák vagy robotok egymásra, meg volt egy ilyen nagy robot. Kicsit ilyen Transformers-es volt, ilyen katonákkal. Ilyen robot katonákkal, meg egy nagy Transformerekkel. Na, ezt tudnám hasonlítani, hogyha megtalálom, akkor felteszem a kijelzőre. És ez nem volt jó. Utána azt gondoltam vele, hogy hát ha ez még így fog menni 5 percig, nekem ki kell szállnom ebből. Hát ez így nem lesz jó. És akkor utána így ezzel végeztünk hamar, hála Istennek. És akkor jött az, hogy akkor próbáljam ki valami mást. Nem mondtam neki, hogy nem volt jó, meg izé. Mondta, hogy mit szeretnék még kipróbálni, mondom, láttam ezt a hullámvasutasat, arra nagyon vicces
vicceseket láttam arról, mert hogy így haverjaim már voltak előttem, és akkor így hátra lökte őket, meg mit tudom én. Nem is az a... és akkor mondom, hogy ez olyan vicces volt, ezt én ki szeretném próbálni, mondta, hogy oké. Okay. Beküldtük a hullámvasutat, sokkal jobb volt már, hogy ülni kellett, meg minden. Sokkal kényelmesebb is volt, meg nem éreztem ezt a hátradobálós részt. És akkor elindult a hullámvasút, ugye elkezdtünk felfele menni, ilyen New York-szerű városba, erről biztos találok egy videót, ide beteszem, ha megtalálom. Így elindultunk így felfele, akkor itt semmi nem volt, tök kényelmes volt, tetszett az egész. Elértünk ugye a legtetejére, és így leküldött, mint a rohadt élet. De nem is volt baj, ez tökre élvezhető volt. De amikor voltak részek, ahol így idézőjelben lassan volt, tehát a valóságban az is kúra gyors lett volna, és akkor így ilyen effekt volt, mintha még gyorsabban mennél. Na olyankor úgy éreztem, mintha tényleg benne lennék, és így az egyensúlyérzékemet is dobáltam, meg így tök adrenalinos volt, azt úgy tökre élveztem, de pont elég volt ahhoz, hogy hihetőbb legyen. Nyilván a textúrák ilyenek nem voltak olyan jók, mint a demóban, a másikban, de ja... Meg a másik az messzire nagyon rossz volt látni benne. Tehát a másikban távolra néztem, és szerintem az direkt volt olyan, és így full homályos volt, és nagyon baszta a szememet, hogy nem láttam. Mint ha szemüveg nélkül lenne egy szemüveges, és aki távolra nem lát. Nagyon rossz volt. Ez sokkal jobb élmény volt, és akkor ezután mondta, hogy jó, akkor próbáljunk ki egy interaktívat még, arra még van időnk. Jó, akkor mondtam neki, hogy menjünk inkább menet közben elmesélem. Ó, baszta meg. Hogy akkor mit választok? Van ijászós, lövöldözős, Fruit Ninja, meg ez a Beat Saber. Ezt a Beat Sabert én már láttam neten sokat. Szerettem volna egy lövöldözős tolni, de mondom, ha most egyre van időnk, érted? Akkor lehet azt a Beat Sabert kéne kipróbálni, ezt már láttam neten, mondom, ez nem tűnik olyan izének. Na, akkor kipróbálom ezt a Beat Sabert. Jó, bevakoltam, minden mondja, álljak fel, iratta a kontrollereket, amik... Hát beteszek egy képet róla, hogy néz ki. Azt kell mondjam, hogy én ettől a Beat Sabertől úgy voltam, hogy hát ez gagyi játéknak tűnik. Ez olyan, mint egy gitárhíró, csak ilyen, nem tudom, ilyen szarabba, vagy nem tudom, nem tűnt. De már most úgy, mikor odaértem elé, hogy akkor játszunk, akkor már ugye mikor elő teszteltem ezt a VR-t, hogy milyen élmény, akkor már kicsit kevésbé voltam szkeptikus. Hiszen akkor már láttam, hogy milyen ez a VR, és akkor már egy kicsit jobbnak gondoltam. De nem voltam felkészülve arra, hogy ez ennyire kurva jó lesz. Úgyis ideadta a kontrollereket, a haptic feedback ugye a rezgő motor benne. Baszolj meg. A rezgő motor benne, az valami eszméletlenül király volt. Iszonyatosan kényelmes volt a kontroller, iszonyatosan életű volt, amit a rezgés átadott. Tehát hogyha így volt ugye a bal meg a jobb kezed, az egyikbe piros volt, a másikba kék. És szóval az egyikbe piros volt, a másikba kék. És nagyon... nagyon jó volt, tehát amikor összeérintettem a kettőt, és itt gurulunk úgyis, tehát amikor fogod, jobban volt, azt hiszem, a kék, balba, piros, és amikor összeérintetted a kettőt, akkor ilyen iszonyatosan jó effektet adott ki, és tényleg olyan érzés volt, mintha nem bírnád összenyomni, persze hát lehetett, mivel csak levegőben salapálsz, de rohadt jó volt, és... mindegy, szóval olyan érzés volt, mintha nem tudnád a két kontrollert összenyomni, pedig össze lehetett. És még azon felül, hogyha ugye vágj, tehát aki nem tud, itt egy videó a Beat Saberről, arra biztos találok. Tehát jönnek ezek a kis kockák, és én azt hittem, hogy ugye azért lesz unalmas, mert hogy a bal meg a jobb kezed, de csak így le kell vágdosni őket, és annyi. De ez van egy olyan dolog, hogy mikor leszpanolnak ezek a kockák, kiírja, hogy milyen irányból, merről, merre kell vágni, és Az is rohadtul, csak egy másodpercig kb. Amikor látszik, hogy merre vágod, és akkor ugye úgy dobálja, hogy van, amikor felcseréli a balt, meg a jobbot, meg ilyenek.
és akkor ugye másik kezeddel kell, plusz ugye nem mindegy, hogy hogy vágod, és még néha ilyen falak is jönnek, amikkel el kell bújnod. Szóval nem az, hogy nagyon, nagyon nehéz ahhoz képest, amire számítottam. Szóval én arra számítottam, hogy ez az út olyan jó, kurva élet. Hogy én arra számítottam, hogy az lesz, mert csak így, mint a film, nagyon bénán, csak így balra-jobbra is halapász. De nem volt gyeng, és az easy módon, vagy normál módon próbáltam ki, semmi extra nem volt benne, és még úgy is rohadt nehéz volt, vagy hát így elsőre, de kurva fun volt, és nagyon, nagyon élvezetes volt. Úgyhogy ez egy jó élmény volt, és én azt mondom, hogy aki tudja, és ilyen normális körülmények között, mint ez, így ki tudja próbálni, az szerintem próbálja ki, mert megéri. Szóval nagyjából ennyi most. De ja, legközelebb mindenféleképpen fogunk találkozni valamikor. Remélem, hogy még lesz motovlog az idén. Na jó, köszönöm a figyelmet. Ennyi lett volna. Sziasztok! I heard some niggas talking about the kid again. It's weirding me out, but I ain't thinking about fitting in. Niggas be tripping, I really don't wanna listen. Apologize, gonna switch it, rip bigger, don't feel it bigger. And roll it up, I get lit again, hold on to 44. If you roll up on me, get hit with it, homie. You know I'm with this shit, funny friends, I get rid of them. So we kidding, a riddle, like I jump a jump, my dick, and she thought this shit like she littering. I told them I was a little skits. More than ever.